A Magyar Kultúra napján díjazták a Babits Mihály Művelődési Központot. Országosan csupán 14 kulturális intézmény kapta meg a minősített közművelődési intézmény elismerést. A Babits Központ márványtermében Ács Rezső polgármester köszöntötte és gratulált a központ vezetőségének és dolgozóinak kiemelkedő munkájuk és az elismerés kapcsán. Az elmúlt években kifejezetten figyeltünk arra, hogy megmérettessünk mindenféle területen, ahol ez lehetséges. Én azt gondolom, hogy arra a munkára, ami itt a városban zajlik, büszkék lehetünk, de az, hogy mi mit mondunk róla, az egy dolog, hogy mit tartanak külsősök, hozzáértők, szakemberek, azt gondolom, az egy fontos visszacsatolás, visszajelzés, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan díjat nyert a város, amely visszaigazolta az eddigi munkát. Ilyen a Családbarát, az Idősbarát és a Jövő Önkormányzata díj. Rendezvények tekintetében a Gyémánt Város Marketing elismerést 2017-ben a Szüreti Fesztivállal, 2018-ban a Hári János Mesefesztivállal érdemelte ki Szekszárd. Ezek mögött a programok mögött mind a Babits Mihály Kulturális Központ áll, mint szervező. A mostani minősített közművelődési intézmény címre 3 évig jogosult a központ. Tavaly januárban egy munkacsoportot hoztunk létre annak érdekében, hogy ezen a pályázaton sikeresek tudjunk lenni. Ugye 8 alpontra lehetett pályázni. A kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a közösségi szolgáltatás, valamint a származtatott szolgáltatás. Ezen kívül a táborra, a képzésre és az ismeretterjesztésre lehetett pályázni. Mi ebből a 8-ból 5 alpontra pályáztunk, tehát a kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a származtatott szolgáltatás és a közösségi szolgáltatásra, és ezekkel megkaptuk ezt a minősítést. A 126 oldalas pályázati anyag beadásán túl monitoringolták is a központot. A minisztérium 2 munkatársa személyesen vizsgálta a ház működését a legapróbb részletekig, tette hozzá Zsikó Zoltán. A minősített közművelődési intézmény cím elnyerése után jövőre a Kulturális Központ a minősített közművelődési díjra is pályázik majd, mely kitüntetés már örökérvényű és visszavonhatatlan.